Erotika, testiség, hol kihívó, hol pedig finoman érzékeltetett nőiesség. Egy nő, aki irodalmi szövegek segítségével beszél a vágyak mélységeiről. Így összegezhető a Víg Színház igazgatójának önálló estje, melyen, mint mindig, Makónis Darvas Ferenc kísérte zongorán. A műsorban változatos karakterek és érzelmek kaptak helyet, a művésznő korábban előadott darabjaiból építkezve. Ezekhez az anyagokhoz különböző élmények kötődnek, és talán ezért ennyire sokszínű, mert ilyenkor megjelennek azok a múltbéli dolgok, amik ehhez kapcsolódnak, és egy kicsit eszenciálisabban vagy töményebben tudom átadni a nézőknek. A Hagymaházba fiatalok és idősek is ellátogattak, hogy előadását élőben élvezhessék. Közülük többen eddig csak felvételen látták színészi játékát. A Págerdíj történetében ez az este egy fontos újdonságot is hozott. Ez az első alkalom, ha jól emlékszem, hogy egy előadó művész, aki gyűrűt kap, fellép egy önálló esttel. Eszenyi Enikő amúgy is egy kiemelkedő színművésznő, és nem csak országunkban, de határon túl is ugye megmutatta akár rendezői képességét, és arra gondoltam, ha már egyszer itt van, akkor eljövök és megnézem. Eszenyi Enikőt azért hallgatom szívesen, mert eddig nem volt arra alkalmam már a koromnál fogva, hogy az ő pályafutása idején őt színpadon láthassam, filmen igen, de ez az én számomra szinte egy ajándék, hogy a magas korom ellenére most őt hát a színpadon közvetlenül élvezhessem. A műsorban prózai és lírai elemek, humoros és komor jelenetek változtak egymással, egy nagyon szórakoztató előadást eredményezve. A színművésznő ezzel egyértelműen bebizonyította a közönség számára mindazt, amiért másnap végül átvehette a Págergyűrűt. Ha bár én nem vagyok, ha bár...